Köszöntöm a kincsvadász nézőit! Mai adásunkban újra a Csíkszentdomokos kincskeresésünk helyszíne, ahol egy olyan népszokást elevenítünk fel, amelynek alapja egy ősi, Krisztus előtti termékenységrítus. A hengergőzés kívánatos erotikus játék volt, amelyre a tavaszi júnyírásokkor került sor az esztenák melletti lejtős részeken. A népi nemi kultúra sikamlós és egyben lenyűgöző részletei következnek. Dr. Balázs Lajos a hengergőzés jelentőségéről mesél nekünk. A hengergőzés az egy, ahogy én látom, csodálatos erotikus játék. Más népek kultúrájában is felfedeztem, hogy van esztendőbe egyszer, más-más, de a lényeg ugyanaz, olyan rendezvény összevetel, amikor az erotika kimehet, és társasági eseményé válik. Május első 10 napjában szoktak erre sort keríteni, akkor, amikor a férfiak felmentek az erdőbe, hegybe, és nyírták a juhokat. Olyan gazda is volt, hogy egy juhot tartott csak azért, hogy részt vehessen a hengergőzők társaságába. Két nap tartott ez, és a harmadik nap felmentek az asszonyok kosárral, elemózsiával, itallal, étellel. Rendszerint egy ilyen oldalas helyet foglaltak el, kerestek, leültek, ettek, ittak, jókedvre gerjedtek. Aztán az egyik, rendszerint egy olyan huncut asszony, bátrabb, elkiáltotta, hogy az idén még nem hengergőztünk. És ezzel elkezdődött. Valahogy ahhoz hasonlítanám, mint ahogy kezdődik egy tánc. Senki nem hengergőzött a saját feleségével. Ennél fogva kereste azt, az elszalasztott múltat. Valaki ott lehetett, akit szeretett volna, és sohasem kerülhettek testközelbe. És rendszerint elsőnek azt az asszonyt kérte fel. Társul az érintéses, illetve a termékenység mágiával. Tehát, hogy elindítani a gyep serkenését, hogy jó termés legyen, és akkor ehhez kellett az erotikus játék. A termékenység az a női testben rejtőzik. És így ment, és értelme volt az életnek. És öröme. Egy nyílt szerelmi játék lezajlásáról és jelentőségéről Bot Veronika mesél nekünk, aki saját emlékein keresztül idézi fel a hagyományt. Én a hengergőzéssel gyermekkoromban ismerkedtem meg. A nagybátyám az gyűjtő volt, és nyarban mindig rávágtak egy juhot, összegyűltek a rokonság, és azt ugye megsütötték, megették, akkor megkezdődött a jókedv, ugye, és a nagybátyám egy vígkedélyű ember volt, aki ugye kapta el az asszonyokat, és kezdődött meg a hengergőzés. Hát ezzel dobták fel, ugye, ez egy ilyen játéknak nekem úgy tűnt, hogy olyan játék, ugye, földön, mert akkor nem fog fájni a derekat, se a hátat, de csak abban a hónapban szabad lefeküdni, melyik hónapban nincsen R-betű. Aztán, hogy nagyobb lettem, hát rájöttem arra, hogy ebben van egy olyan, hogy a kellemest hasznossal összekötötték, mert ugye voltak olyanok, hogy hát kedve volt a komasszonyát, szerettem egy kicsit, vagy a szomszédasszont, vagy valakit egy kicsit megalálni, hát nem merték, mert na azért az árkölcs az nagy volt, és ott is voltak ilyen alkalmak, ahol na, egy kicsi szerelemes szövődött, ugye, és ehhez hasonló. Volt bizony olyan eset is, amikor nem volt olyan jó kedvet, olyan volt a társaság, hogy nem mindenki szerette ezt, és akkor persze akkor elmaradtak ezek a hengergőzések. Hiába, hogy agyon dolgoztad magadat, sötétél viradattól sötétig, de az emberben megvolt a jókedv, mert megvolt a szeretet az emberek között. Én legalábbis így érzem, hogy szerették az emberek egymást. Láthattuk, hogy a termékenység átadása a földnek mennyire fontos volt a falusiak életében. Az állatnak ugyanis jó fűre, az embernek pedig játékosságra volt szüksége.
A szokás még ma is él, bár nem annyira ritualisztikus formában, mint korábban, de a résztvevők még mindig örömüket lelik benne. Ennyi volt mára a kincsvadász, várom Önöket következő alkalommal is. A viszontlátásra!